Egyesek szerint az evolúció elmélet nem rossz filozófia, ugyanakkor ez volt Hitler vallása is a II. Világháború idején. Üdvözlöm Önöket, a nevem Erik. Ebben a videóban Dr. Hovind azokról a szörnyű dolgokról beszél, amiket az evolúció nevében követtek el. A földön élt diktátorok közül jó néhány az evolúció elmélettel igazolta brutális tetteit. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek Wisconsinban. Wisconsin fontos a számomra, mert a szüleim itt nőttek fel. A nevem Kent Hovind, 15 évig tanítottam természettudományt, és 16 éve tartok előadásokat a teremtésről, az evolúcióról és a dinoszauruszokról. Hiszem, hogy a Biblia az élő Isten tévedhetetlen, inspirált és igaz szava. Minden szavát elhiszem, és azt is hiszem, hogy az én Bibliámra az van írva Kent Hovind. Így hiszem. Az előadás egyik célja, hogy megerősítsem az Isten szavába vetett hitüket. Ma arról fogok beszélni, hogy az iskolákban tanított evolúció elmélet nem csak ostobaság, de veszélyes is. Nem hagynám magára a gyönyörű feleségem, és nem utaznék egy évben 215 napot, mint tavaly, hanem hinném teljes szívemből, hogy az evolúció az első számú közellenség. Az evolúció elmélet egy veszélyes filozófia. Évekig tanítottam, és szeretem is a tudományt, de a természettudományos tankönyvekbe mérget is kevertek. Minden nap van egy másfél órás rádió műsorunk, amit ezzel kezdünk. Hisszük, hogy a Biblia minden szava igaz és tudományos szempontból pontos, az evolúció elmélet pedig a Föld történetének legostobább és legveszélyesebb vallása. Ez mindig felzaklatja az ateistákat. A világ minden pontjáról be lehet hozzánk telefonálni, de SMS-t is lehet küldeni. Az interneten megtalálják. Az evolúció elméletet veszélyes vallásnak tartom, és erre 7 okom van. Órákig tudnék ezekről beszélni. Először is kizárólag hazugságokra épül. A sátán pedig a hazugság atya. Az evolúció elmélet értelmetlenné teszi az erkölcs fogalmát. Ez volt az alapja a humanizmusnak, a rasszizmusnak, a nácizmusnak, a kommunizmusnak és az új világrendnek, ami már a küszöbön áll. Ezekről is fogok beszélni. Az elmúlt előadáson a tankönyvekben lévő hazugságokról beszéltem. Minden bizonyíték, amivel az evolúciót próbálták igazolni, tévedésnek bizonyult. Akkor vegyék ki a tankönyvekből. A dolog egyszerű, ne hazudjanak a gyerekeknek. Az ateisták értékelték az államokat aszerint, hogy mennyire veszik komolyan az evolúció oktatását. Wisconsin pocsékpontokat kapott, úgyhogy szép volt, csak így tovább. Frank barátom méknál viszont Kaliforniában komolyan veszik az evolúció tanítását. Be kellene pirosítani azt az államot, Frank? Az evolúció tehát veszélyes filozófia, mert hazugságokon alapul, és mert lenullázza az erkölcs fogalmát. Huxley írta, hogy azért örültek a fajok eredetének, mert Istent nem tudták összeegyeztetni a szexuális erkölcseikkel. Nekünk Isten nem mondja azt, hogy ne paráználkodjunk. Joseph Stalin 14.700 lengyel hadifogolytiszt kivégzését rendelt el. Miért végeztet ki valaki hadifoglyokat? Hisz a Genfi Egyezmény megtiltotta. Hitler miért ölt meg legalább 6 millió embert? Pol Pot miért írtotta ki a kambodzsai lakosság egyharmadát? Az összes kambodzsai egyharmadát megölték. Miért? Miért bántak az ausztrál benszülöttekkel állatmódjára? Összeterelték és lemészárolták őket. Minden tasmán benszülöttet megöltek. Kip Kinkle azt mondta, nincs Isten, csak gyűlölet. Mi történt ezzel a fiúval? 1998-ban Kip Kinkle besétált a gimnáziuma éttermébe, leadott 50 lövést egy félautomata puskából, 26 diákot megsebesített, kettőt megölt. Később az otthonában megtalálták a szülei holttestét. Letartóztatták, a kihallgatása során viszont megpróbálta megölni az egyik nyomozót. A lövöldözés után még 5 diákot tartóztattak le Springfieldben, mert tanárok megölésével fenyegetőztek. Egy általános iskolás 5 osztálytársát lőtte meg légpuskával. Ha lenne Isten, nem érezném azt, amit érzek. Ha Kip Kinkle-nek azt tanították volna, hogy van Isten és szereti őt, talán nem tett volna ilyesmit.
Lehet, hogy pont az okozza a bajt, amit a gyerekeinknek tanítunk. A gyerekkorom óta közel 1000%-kal nőtt az erőszakos bűncselekmények száma. Én még emlékszem arra az időre, amikor nem kellett zárni a házak ajtaját. Más is emlékszik rá? 1996 óta 29 iskolai lövöldözés volt Amerikában. 29 iskolai lövöldözés csak az elmúlt 10 évben. Mi történt? Miért ölnek diákok, tanárokat, szülőket és diáktársaikat? Az én időmben a diákok legfeljebb papírgalacsinnal dobálták egymást. 10 tanárt és 48 diákot öltek meg, 7 tanárt és 107 diákot sebesítettek meg. Dylan Klebold és Eric Harris videót készített az ő iskolai lövöldözésük előtt. A videón egy futballistáról beszélnek, aki szerintük nem érdemli meg az állát, amit az evolúciótól kapott. Azt mondták, nézzétek meg azt az állat. Klebold apja geológus volt, és az evolúcióban hitt. Mindkét gyerek nácinak vallotta magát, és direkt Hitler születésnapjára időzítették a lövöldözést. Egy fiút csak azért lőttek le, mert fekete volt. Eric pólóján ez állt, természetes kiválasztódás. Ezt tanítja az evolúció elmélet. Ha 92-től nézzük a számokat, 235 diákot öltek meg 10 év alatt. A fiúk 10%-át fenyegették, vagy sebesítették meg fegyverrel az iskolában. 10-ből egyet. Egy év alatt 29%-kal nőtt az iskolákban lőfegyverrel lebukott diákok száma. Természetes szelekció. Az erősebb győz, ezért a gyenge fegyverre jár suliba, hogy el tudja intézni az erősebbeket. Az evolúció elmélet nem csak ostobaság, de veszélyes is. Lenullázza az erkölcsöt. Nincs többé jó vagy rossz, csak erő van. A tankönyv írja, te is állat vagy, a földigi liszta távoli rokona. Lehet, hogy ez a tanítás okozza a problémákat az iskoláinkban? Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. A sátánnak terve van vele, de Istennek is. Isten azt akarja, hogy tartsuk meg a törvényeit, éljünk békében, hirdessük az igéjét, és örökké éljünk vele a mennyben. A sátán ki akarja írtani az emberiséget, mert gyűlöli az embereket. Titkos tudást ígér, olyas valamit, amit más nem tud. Ezt ígérik a szabadkőművesek is. A sátán az evolúció tanításaival fogja meg az embereket, akiket a pokolba akar száműzni örökre. A sátán ki akarja írtani az emberiséget. A Bibliában ez áll, minden általa és érte teremtetett. Teremtett egy gyönyörű világot, egy kertet, és azt mondta, sokasodjatok. Isten megáldotta Ádámot és Évát, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Itt szerepel először az állás szó a Bibliában. Ádám 130 éves korában nemzetessé tett, aztán még 800 évig élt, és nemzett még fiakat és lányokat. A héber hagyomány szerint 56 gyerekük volt. Nem tudom, honnan veszik a számot, de 800 év alatt az embernek sok gyereke születhet. Neked 9 gyereket született, testvér. Hány év alatt is? 17? Két évente egy? 800 év alatt 400 gyereked lehetne. Ámen! Ismerek egy minnesotai házaspárt, 12-20 év alatti gyerekük van. Minnesotában nagyon hideg van. Régen óriási családok voltak, mert Isten így akarta. Töltsétek be a földet. Jim Dugar barátomnak 15 gyereke született 15 év alatt. Isten ezt mondta Noénak, sokasodjatok és töltsétek meg a földet. Izmáelt is megáldotta. Megsokasítom utódait. 12 fejedelmet fog nemzeni. Rebekát is megáldotta, ezerszer milliók anyja leszel. Nekem az már sok lenne, de pár tucatot el tudok képzelni. Az Úr ajándéka a gyermek. Isten meg akarja tölteni a földet emberekkel, a sátán pont az ellenkezőjét akarja. Isten a földet lakóhelynek formálta. Az eredeti teremtés, az özönvíz előtti világ nagyon más volt. És látta Isten, hogy minden igen jó. Hogyan akarja a sátán elpusztítani az emberiséget? Például abortusszal, erről szól az RU 486-os törvény. Mellesleg érdekes, hogy a hadseregnél a leselejtezés kódja 86-os. Önök szerint lehet a gyerekek kódja is 86-os? Le lehet őket selejtezni? Vajon szándékosan választották ezt a számot? Fogamzásgátlás, homoszexualitás, koleszterin szint csökkentés, ettől csökken a nemzőképesség is, drága megélhetés, eugenika, magas csecsemőhalál vakcinák és gyerekpornó miatt. Tinédzser halál, öngyilkosság, drogok, alkohol, nemi betegségek miatt.
Mindenkit meg lehet ölni klímakísérletekkel, háborúkkal, génmanipulált élelmiszerrel, ami gyengíti az immunrendszert. A drogok, iszlám, ha nem vagy velünk, meg kell, hogy öljünk, ők ezt tanítják. A Koránban 100-szor szerepel, hogy aki nem tér meg, azt meg kell ölni. Az iszlám nem egy békés vallás. A hívők között vannak békés emberek, de az iszlám maga nem békés. A sátán ki akarja írteni az emberiséget. Jacques Cousteau azt mondta, naponta 350 ezer emberrel kell csökkenteni a populációt, hogy megmenthessük a bolygót. Ted Turner szerint az emberi populációt 95%-kal kell csökkenteni. Jó van, Ted, csak utánad. A kígyó becsapta Évát, az úr pedig azt mondta neki, ezért csúszhatsz a hasadon egész életedben. És ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa. A sátán tudja, hogy az asszony egyik utódja a fejére fog taposni, de nem akarja, hogy ez megtörténjen. Ezért az a terve, hogy megöl minden emberi lényt a bolygón. Mindenkit. Emlékeznek, hogy Heródes meg akarta ölni az újszülött Jézus Betlehemben? Mit is csinált? Megöletett minden gyereket, mert biztosra akart menni. A sátán minden embert meg akar ölni. A követői és a segítői épp ezen dolgoznak most is. Charles Wooster mondta, hogy az emberek okozzák a problémákat, meg kell szabadulni pártól. Bill Clinton aláírta a biodiverzitási egyezményt, csökkentsük a föld populációját 1 milliárdra. Fel is osztották a földet részekre, a piros területeken csak állatok élhetnek, embereknek belépni tilos. A törvényt már elfogadták, majd be is fogják tartatni. Peter Singer a születés utáni abortusz mellett van. A szülők 28 nap alatt dönthetnék el, megtartják-e a gyereket. Hát, ez szerint én így se lehetnék, a szüleim 100-szor megöltek volna gyerekkoromba. Önöket is, nem igaz? A kereszténység az ellenségünk, ha jogokat akarunk az állatoknak, el kell pusztítanunk a zsidó-keresztény hagyományt. Jogokat az állatoknak? Ellen Gregg szerint a világrákos és a rák neve ember. Fülöp herceg, Erzsébet királynő férje azt mondta, ha újjászülethetnék, gyilkos vírusként térnék vissza, hogy csökkentsem az emberi populációt. Milyen kedves fickó ez a Fülöp. A Monsanto nevű cég egy rakáspénzt akar keresni génmanipulált élelmiszerrel. Az USA-ban kapható élelmiszerek 70%-a tartalmaz génmanipulált nyersanyagot. Európában betiltották, ők nem eszik meg. 70%! Nagyon érdekes a téma, olvassák el a Megtévesztés magjai című könyvet, akit érdekel a génmanipuláció, az mindenképp olvassa el. Csupa szemetet eszünk. Minden rossznak gyökere a pénz szeretete. Ezen is pénzt akarnak keresni. Az ENSZ szerint az élelmiszer hatalom, amivel a viselkedés kontrollálhatják. Len Horowitznak van egy remek videója az újonnan feltűnő vírusokról. Mielőtt a gyerekeiknek beadatnának valamilyen új védőoltást, olvassanak utána a dolognak a képernyőn látható websájtokon, vagy olvassák el a Vakcinák, a Halálos Csalás című könyvet. A lényeg, hogy a döntés előtt mindenképpen nézzenek utána a dolognak. Bővebben a Biblia és az Egészség című videóban beszélek erről a témáról. Azt tudták, hogy Illinois államban 75 000%-kal nőtt az autisták száma 10 év alatt? Mindenütt nő az autisták száma a világon. Sokan tanulmányozzák a problémát, és azt állítják, hogy az autisták számának növekedését a vakcinák okozhatják. A védőoltások. Az USA-ban a legmagasabb a hirtelen csecsemő halálban elhunyt gyerekek száma. 1970-ben Ausztráliában eltörölték a kötelező védőoltásokat, a szülők 50%-a nem adatta be a védőoltásokat, és még abban az évben pont ennyivel csökkent a hirtelen csecsemő halálesetek száma. Fura véletlen. Dr. William Torch nyilatkozta, a SIDS-ben elhunyt csecsemő kétharmadát DPT-vel oltották be a halálesetet megelőző 3 hétben. Orvosként nem kellene valami összefüggést látni itt? Menjenek el Alberton városába, és autózzanak úgy 10 kilométert észak felé. Hatalmas köveket fognak látni egy mező közepén. Oda lehet menni autóval ezekhez az ember által készített dolgokhoz. Olyasmi, mint Stonehenge. A kőtömbökre az új világrend 10 parancsolatát vésték 12 világnyelven. Az első parancsolat, az emberi populációt tartsátok 500 000 000 alatt. Már 6 milliárd felett járunk. Hogy akarják 500 000 000-ra csökkenteni? Ó, már megvan a tervük.
Hallották már a chemtrail kifejezést? Hányan látták már ezeket a kémiai csíkokat, amiket a repülőgépekből permeteznek? Ezek nem kondens csíkok, nem a hajtóműből jönnek ki. Vegyszereket permeteznek a légkörbe. De miért? Ha a populációt akarják csökkenteni, ezzel sikerülni is fog, mert amivel permeteznek, el fog minket pusztítani. Keressenek rá a chemtrail kifejezésre. El sem hinnék, miféle anyagokkal permetezik a városukat. A hosszú távú terv a világ populációjának lecsökkentése. A sátán gyűlöli az emberiséget, és azt sugallja ezeknek az embereknek, 500 milliárdra kell csökkenteni a Föld lakosságát. Ted Turner és a többiek nem tudják, de a sátán felhasználja őket, hogy 500 milliárdra csökkentsék a populációt. Aztán megöli őket is. Mindenkit meg akar ölni. Isten azt akarja, hogy tartsuk be a törvényeit. A sátán azt akarja, hogy lázadjunk fel Isten ellen, és kárhozzunk el. Egész nap lehetne beszélni a sátánról és az új világrendről. Isten parancsolatai nem nehezek. Isten nem kért sokat Ádámtól, csak annyit, hogy ne egyen a jó és rossz tudás fájáról. Érezd jól magad ebben a gyönyörű kertben, Ádám, legyen sok gyereked, és ne tudd meg, mi a gonoszság. De ők nem engedelmeskedtek, és azóta azt kell tennünk, amit Pál tanácsol, legyetek bölcsek a jóra, és képtelenek a rosszra. Úgyhogy ne tanítsátok a gyerekeitek rosszra. Ne csináljunk drogfelvilágosítás órát, ahol azt mondjuk, ez a marihuána a gyerekek, és így nem szabad elszívni. Ne tartsunk szexuális felvilágosítás órát hetedikeseknek. Éretlenek még hozzá. Majd felvilágosítja őket, apu és anyu. Ne egy pogány tegye meg. Érezd jól magad, Ádám, legyen sok gyereked, és ne tudd meg, mi a gonoszság. Ne tudd meg. Az Úr kérdezte, talán arról a fáról ettél, amiről megparancsoltam, hogy ne egyél? Isten nem információt vár Ádámtól, hanem beismerést. És mit mond Ádám? Az asszony. Ádám hárítja a felelősséget, akit mellém adtál. Istenem, tulajdonképpen az egész a te hibád. Ha nem adtad volna, most nem lenne gond. És kérdezte az asszonyt, te voltál a kígyó, aki te teremtettél. Ő is hárít, mint mi, semmi sem változott. Féld az Urat, tartsd meg a parancsolatait. Ahogy az élet kioltása fontos dolog minden kultúrában, olyan fontos az élet adása is. Ezért készítette Isten a szabályt a szaporodással kapcsolatban. Ne paráználkodj! A paráznákat ítéletével sújtja az Isten. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el a szívében. Hölgyeim, ezért nem mindegy, hogyan öltözködnek. Apám mindig azt mondta, ha nem árulja, ne reklámozza. Szemérmesen öltözködjenek, ezt írja a Biblia. A házasság előtt nemi életet élők száma megsokszorozódott a 60-as évek óta. Ma már minden harmadik gyerek házasságon kívüli kapcsolatból születik. 725%-kal nőtt a parázna párok száma, a válások száma őrülten magas, az erőszakos bűncselekmények 1000%-kal nőttek. 1973-ban a legfelsőbb bíróságunk kimondta, a személy szó nem vonatkozik a meg nem született csecsemőkre. Zöld utat adtak az abortusznak. Amerikában eddig 45 millió abortusz volt. Az egész világon 1 milliárd. A sátán ki akarja írtani az emberiséget. Hát így nem lesz nehéz dolga. Az evolúció elmélet a humanizmus alapfilozófiája. A humanizmus lényege, hogy az ember az Isten. Ha már nincs Isten, akkor mi vagyunk Istenek. A Biblia erről azt írja, nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben. Hisznek-e a humanisták egy felsőbbrendű lényben? Abszolút, ez pedig az ember. Nem tudnak az ember felett álló lényről. Történelmi lesz az a nap, amikor az ember rájön, hogy az egyetlen Isten az ember maga. Egy pensacolai iskolában azt mondta nekem egy kisrác, hogy Mr. Hovind, én ateista vagyok. Komolyan? Nem hiszel Istenben? Mire ő? Nincs Isten. Kérdeznék tőled valamit, fiam. Egy felsős gimnazistáról van szó. De te tudsz mindent? Mire ő? Á, nem, nem. Esetleg tudod mindennek a felét? Mire ő? Nem. Azért tegyük fel, hogy mindennek tudod a felét. Elképzelhető, hogy Isten abban a félben létezik, amit te nem tudsz? Ez az új gondolat ott pattogott egy darabig az agyában, aztán elveszett valahol. Ha ateista vagy, honnan tudod, mi a jó és mi a rossz?
Mire ő? Ó, hát én döntöm el, mi a jó és mi a rossz. Én vagyok a saját világom istene. Mire én? Ez remek, mert 5 perc múlva le foglak lőni. Mire ő? Azt nem teheti. Dehogy nem, én vagyok az én világom istene, és szerintem téged nyugodtan lelőhetlek. Hogyan dönthetjük el, mi a jó és mi a rossz, míg egy evolucionista sem tudott válaszolni erre az egyszerű kérdésre? Ha az evolúció igaz, hogyan döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz? Hogyan döntjük el? Van valami nagy kozmikus norma, amihez igazodnunk kell? Mert ha nincs, akkor bajban vagyunk. Egy orosz ateista egyszer azt mondta, emberek, vagy van Isten, vagy nincs. Ha gondoltam, ez a fickó egy zseni. Aztán viszont így folytatta, mindkét lehetőség ijesztő. Hoppá! Micsoda gondolat! Ha van Isten, tudjuk meg kicsoda, mit akar, és tegyük azt. Mert az övéit minden. Ha nincs Isten, akkor bajban vagyunk. A bolygónk 105 000 km/h száguld az űrben, és nem irányítja senki. Ijesztő gondolat. Az evolúció a humanizmus alapja. Az ember válik istenné. Én vagyok Isten. 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 Gyere már, Gabriel, ezt hallanod kell. Ha-ha-ha. Egy fickó azt mondta, nem fogadom el a teremtést, mert nem akarok hinni Istenben. Inkább hiszek abban, amiről tudom, hogy tudományosan lehetetlen. Rifkin ezt mondta. Már nem gondoljuk, hogy vendégek vagyunk valaki más otthonában, és nem kell holmi egyetemes törvényekhez igazodnunk. Ez most már a mi teremtésünk. Mi alkotjuk a szabályokat, mi húzzuk meg a valóság határait. Mi teremtjük meg a világunkat, ezért nem tartozunk hálával holmi külső erőnek. Mostantól azt tesszük, amit akarunk, mert mi vagyunk az univerzum építőmesterei. Csak magunkért felelünk, ezért mi vagyunk a királyság, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ez a humanizmus. Az evolúció elmélet pedig az alapja ennek a pogány, idióta filozófiának. Levontin azt mondta, hogy jól lehet időnként nyilvánvalóan abszurd dolgokat állít, mi mégis a tudomány oldalára állunk. Jó ideje elköteleztük magunkat a materializmus mellett. A materializmus az abszolút igazság, nem nyitunk ajtót semmilyen istenségnek. A teremtő létezésének a puszta gondolata sem merülhet fel. A sátán ráveszi a követőit, hogy építsenek egy királyságot, és uralkodjanak a Földön. Az emberek először megtagadják Istent, aztán uralkodni akarnak a bolygón. És mivel túl sokan vagyunk, párunkat el kell tenni láb alól. Ha az evolúció igaz, kié a világ? Ki találja ki a szabályokat? Ki mondja meg, mi a jó és mi a rossz? Ha az ember az Isten, akkor nincs fix viszonyítási alap. Talán Osama Bin Ladennek kellene eldöntenie, mi a jó és mi a rossz? Vagy a parlamentnek? Vagy Bill Clintonnak? Jó meg rossz, erre most hallok először. Ki mondja meg, mi a jó és mi a rossz? Mi alapján mondja meg? A polgárháború idején egy férfi úgy döntött, hogy nem áll egyik fél oldalára sem. Ezért jenkis zubbonyt és lázadó nadrágot vett fel. A csata után holtan találták meg. A jenkis zubbonyt lázadó golyók, a lázadó nadrágot jenki golyók tépték szét. El kell dönteni, kinek az oldalára állnak. A mi bolygónkon háború dúl. A történelem legnagyobb háborúja és az emberiség a csatatér. A sátán harcol Isten ellen. Olvassák el Henry Morris könyvét, a hosszú harc Isten ellen. A dolog egyszerű. Eldöntik, kinek az oldalán állnak, aztán segítenek a tábornokuknak nyerni. A keresztjének előnyben vannak, mert van egy tévedhetetlen könyvünk, amiből kiderül, mi lesz a háború végeredménye. Elolvastam a könyv végét. Mi nyerünk. Döntsenek bölcsen, és álljanak Isten oldalára. Az evolúció veszélyes filozófia, mert ez a rasszizmus alapja.
A gondolat, hogy van felsőbbrendű emberi faj, az evolúció elméletnek köszönhető. Itt van Darwin könyve. A fajok eredete. Nem ez a teljes címe. Mellesleg az evolúció már Darwin előtt is népszerű volt, ő csak még népszerűbbé tette. Arisztotelész is tanította Krisztus előtt a 4. században. Az egyiptomiak is ezt tanították Mózesnek az iskolában, az élet a Nílus iszapjából fejlődött ki. Ezt tanulta Mózes, aztán amikor az egy Mózest szerkesztette, mit írt? Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Nem győzték meg a tanárai. A tankönyvekben az áll, hogy különböző fajok léteznek. A fajok eredete. Lehet, hogy más fajok, de ugyanabba a családba tartoznak. Darwin könyvének teljes címe a tankönyv szerint a fajok eredete természetes kiválasztódás útján. De nem ez a teljes címe. A könyv írója hazudik, ez a teljes cím. A fajok eredete természetes kiválasztódás útján, avagy a kiváltságos fajok fennmaradása a létért való küzdelemben. Kiváltságos fajok? Charlie, ez politikailag nagyon nem korrekt. 1859-ben, amikor a könyvet írta, még az volt. Akkor Amerikában még rabszolgatartás volt. Darwin szerint a benszülöttek csak fejlett állatok. Valamikor a távoli jövőben a civilizált emberi faj szinte biztosan ki fogja írtani és fel fogja váltani a vademberfajokat. A természetben folyó harcból, éhségből és halálból a legmagasztosabb eredmény a magasabb rendű állatok létrejötte következik. 1859-ben divat volt ilyesmit mondani. Akkor nálunk is rabszolgatartás volt. Úgy lehetett a négereket adni-venni, mint a teheneket. Henry Osborne mondta, az átlag felnőtt néger értelmi képessége megegyezik egy 11 éves homo sapiensével. Ha ma ilyet mondana egy professzor, mennyi ideig lenne állása? Stephen Gould elismerte, hogy 1850 előtt a rasszizmust gyakran támasztották alá biológiai érveléssel, de ez a gyakoriság nagyságrendekkel nőtt az evolúció elmélet elfogadása után. Huxley szerint a tényeket ismerő, racionális ember nem hiszi, hogy az átlag néger egyenlő lenne a fehér emberrel. Kingsley, egy anglikán pap azt mondta, az ausztrál feketék ugyanaz a faj, mint az afrikai négerek, nem képesek felfogni az evangéliumot. Nem képesek a megtérésre. Kudarcot vallott minden próbálkozásunk, hogy megismertessük velük az egy igaz Isten. Szegény emberi alakban élő vadak el kell tűnniük a föld színéről. Kingsley volt az a pap, aki Darwin könyvét népszerűsítette. 1860-ban Kingsley levelet írt a feleségének, miután Írországban járt, ahol 1 millió ember halt éhen a burgonya vész miatt. Még most is kísért azon emberszerű csimpánzok látványa, akiket e borzalmas ország útjai mentén láttam. A fehér csimpánzok látványa szörnyű. Ha feketék lennének, az ember nem érezné így szörnyen magát, de az ő bőrük, kivéve a napban nyitottakat, olyan fehér, mint a miénk. Az írek éppen éhen halnak a burgonya vészben, Kingsley elkocsizik mellettük, és ezt mondja, szegény fehér csimpánzok, pedig eddig milyen szépen fejlődtek. A mormonok azt tanítják, hogy a négerek ebben az életben nem lehetnek papok. A négerek nem egyenértékűek más fajokkal. Ez az Úr akarata, az ő törvényei szerint való. Azok ellen, akik lélekben kudarcot vallottak első állapotukban. A mormonok szerint a gyerekek először a mennyben születnek meg. A mennyei atyának sok ezer felesége van, akiktől szellem gyerekei születnek, és a jó szellem gyerekek fehér bőrű testet kapnak, amikor a földre jönnek, míg a rosszak feketét. Ezt tanítják. A mormon doktrína Bruce McConkie szerint isteni döntés szerint Káint, Hemet és az egész néger faj sújtja az átokként kapott fekete bőr, ami Káin jele. Peterson mormon apostol mondta, ha egy csepp néger vér van a gyermekeim ereiben, rájuk száll az átok. Young mormon elnök mondta, elmondjam nektek Istennek az afrikai raszra vonatkozó törvényét? Ha a fehér embernek, aki a kiválasztott maghoz tartozik, keveredik a vére Káin vérével, a büntetés azonnali halál. Van pár könyvünk, amiből megtudhatják, miket nyilatkoztak a mormonok az elmúlt pár száz évben faji felsőbbrendűség témában. A rasszizmus népszerű volt az 1800-as években. Akkoriban megvették a rabszolgákat, bezsúfolták őket a hajukba, és ha meghalt egy tucat, nem volt nagy ügy. Csak a java maradjon életben, hogy legyen mit eladni a piacon. Amerikai vezetők közül sokan nem tartották az ausztrál benszülötteket olyan fejletnek, mint a fehér embert, mert a benszülöttek állkapcsa nagyobb. Az alaszkai eszkimók állkapcsa is nagyobb.
Szerintük azért, mert az eszkimók nem olyan fejlettek, mint mi. Dehogy, csak szerszámként használják az állkapcsukat. Nincs szerszámos ládájuk, és nem is cipelnének magukkal egy 20 kilós ládát, mert rengeteget mászkálnak. Ha egy állatot meg akarnak nyúzni, ráharapnak és lenyúzzák. Állandóan használják az állkapcsuk izmait. A testépítők megmondhatják, hogy minél többet használják az izmaikat, azok annál nagyobbra nőnek, sőt a csont is megvastagodik tőle. A vademberek szellemi élete alig fejlettebb az emlősökénél, főleg a majmokénál, amikkel rokonfajok. Intelligenciájuk szűk határok között mozog, alig okosabbak az értelmesebbnek tartott állatoknál. Ezek az alsóbrendű fajok, védák és ausztrál négerek pszichológiai szempontból közelebb állnak az emlősökhöz, kutyákhoz és majmokhoz, mint a civilizált európaiakhoz. Ezért az életüknek egészen más értéket kell tulajdonítanunk. Mondta Ernst Haeckel, aki az emberi kopoltyúról hazudott. A fehérek letelepedése kezdetén nagyjából 300 ezer benszülött élt Ausztráliában. A telepesek primitív vadembereknek tartották őket. Harcoltak ellenük, megmérgezték a vizüket és a lisztet meg a cukrot, amit nekik adtak, és szándékosan megfertőzték őket betegségekkel, hogy csökkentsék a számukat. Törvény volt rá, hogy megölhették a benszülötteket, ha akarták. Kilátta a Winchester mestere című filmet. A főhőst azért hívták oda, hogy benszülötteket öljön, mert mesterlövész volt. Minden tasmán benszülöttet megöltek. Miért? Szerintem az evolúció elmélet közvetlenül felelős azért, ami velük történt. Ez a két ember azért ment Ausztráliába, hogy koponyákat gyűjtsenek amerikai múzeumok számára. Itt van róla a cikk. Lovas rendőrök egy új dél-velszi misszionárius szemellátára mészároltak le több tucat benszülött férfit, gyerekeket és nőt. 45 fejet megfőztek, a legjobb 10 koponyát a tengeren túlra küldték. A Smithsonian Múzeum pincéjében 33 ezer emberi maradványt őriznek, ezt használják az evolúció bizonyítására. Darwin unokatestvére, Francis Galton indította el az eugenika mozgalmat, ami meg akarta tisztítani az emberi fajt az alsóbrendű fajoktól. Mindenféle tudóst vontak be a mozgalomba, hogy megtisztítsák az emberiséget. Ezek az elképzelések készítették elő a terepet azoknak az amerikai törvényeknek, amik lehetővé tették orvosok számára, hogy sterilizáljanak általuk alkalmatlanak minősített embereket. Ennek köszönhetően az USA-ban becslések szerint 60 ezer ember sterilizáltak a 20. században. Egy orvos azt mondta, ez alkalmatlan az apaságra, sterilizáljuk. Amerikában történt. A legrémisztőbb mégis az, hogy milyen hatása volt az amerikai eugenika a német megfelelőjére. Hitler mondta, hogy nagy érdeklődéssel tanulmányoztam az amerikai törvényeket, melyek tiltják azon személyek szaporodását, akiknek ivadékai értéktelenek lennének, vagy kárt tennének a fajállományban. 1904-ben St. Louisban volt a világvásár. A vásárra 2000 primitívnek nevezett embert vittek, és kiállították őket. Hogy megmutassák, mennyivel magasabb rendű a fehér ember, csak 100 éve történt emberek. Ott a Bengát egy csimpánzokkal teli ketrecbe zárták. Elszakították a feleségétől és két gyermekétől, és majomketrecbe zárták, hogy az emberek jót nevethessenek a primitív pigmeuson. Ott a Benga öngyilkos lett. Virginiában temették el. Roosevelt alsóbrendű, fejletlen fajnak tartotta az indiánokat. Azt mondta, bár megakadályozhatnám a rossz emberek szaporodását. Az európai, skót, ír és ázsiai bevándorlókat az amerikai társadalomra leselkedő veszélynek tartotta. Kinek volt külföldi bevándorló a felmenője? Ó, mi mindegy alsóbrendű fajhoz tartozunk. 1871-ben a kongresszus felrúgta az indiánokkal kötött szerződéseket, és rezervátumokba költöztette őket, amiket ma is használnak. A Cherokee indiánokat Floridából Oklahomába költöztették. Az erőszakos költöztetést az indiánok egyharmada nem élte túl. A könnyek ösvényének nevezték el az utat. Mindezt azért, mert a vezetőink alsóbrendű fajnak tartották őket. A Biblia azt mondja, egy atyánk van. A rasszizmus értelmetlen, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Darwin azt is mondta, hogy a nős ember szegény rabszolga a négernél is rosszabb. Az igaz, hogy nem ismertem a feleségét, de akkor is. Ha egy professzor ma ilyet mondana, vajon nem kerülne veszélybe az állása?
Vagy az élete? Darwin mondta, a nemek közötti intelligenciabeli különbséget jól mutatja, hogy bármibe is fog, a férfi mindig jobb eredményt ér el a nőnél, akár érvelésről, képzelőerőről, vagy pusztán az érzékszervek és a kezek használatáról legyen szó, a férfi értelmi képessége mindig meg fogja haladni a nőjét. A férfi a nő felett áll költészetben, testi erőben, hangerőben, mindenben. Darwin hitt a beltenyésztésben. Az unokatestvérét, Emma Wedgwoodot vette feleségül, mert felsőbbrendű fajállományt akart létrehozni. 10 gyerekük született, Mary a születése után halt meg Anne 10 évesen, Robert szellemi fogyatékos volt, 19 hónapot élt, Harriet a 15 évesen idegösszeomlást kapott, 6 fia közül 3 állandóan beteg volt, ezért Darwin nyomoréknak tartotta őket. Na ennyit a felsőbbrendű fajállományról, Charlie. Az evolúció egy rossz fa, aminek rossz a gyökere, és rossz gyümölcsöt terem. Az evolúció az erkölcstelenség, a humanizmus és a rasszizmus alapja. De ez a filozófiai alapja a nácizmusnak, a kommunizmusnak és az új világrendnek is. Kezdjük a nácizmussal. Vajon mi motiválhatta Hitlert? Mussolini az olasz diktátor az olasz népet tartotta a felsőbbrendű fajnak, amely megérdemli, hogy uralja a világot. A németek is ezt gondolták, ezért szövetséget kötöttek, amíg leigázzák a világot, hogy aztán eldöntsék kettejük közül, ki az erősebb. Mussolini és Hitler mélyen hitt az evolúcióban. Hitler a német népet tartotta felsőbbrendűnek és világuralomra érdemesnek. Arthur Keith mondta, a Führer módszeresen próbálta a német gyakorlatot az evolúció elmélethez igazítani. Egyenes út vezet Darwintól az eugenikán keresztül a náci Európa haláltáboraihoz. Hitler könyve, a Mein Kampf, amit 1924-ben írt a börtön évei alatt, tele van evolúcióval. Olvassák el, bár elég unalmas írás, de tele van evolucionista filozófiával. Gyerekkora óta az járt a fejében, hogy kell, hogy legyen egy felsőbbrendű faj, méghozzá az evolúció miatt. A Miközben 6 millióan meghaltak című könyvben az áll, hogy Hitler azt mondta, ha valakinek kellenek a zsidók, azoknak akár luxushajón is hajlandó leszállítani őket. Azt tudták, hogy Amerika nem akarta befogadni a zsidókat? Roosevelt nem kért belőlük. Nagyon rasszista volt a bevándorlási politikánk a II. Világháború előtt. Volt egy hajó, ami Kubában próbálta meg először kitenni a zsidókat, de Kubának nem kellettek. A hajó végig ment Amerika keleti partján, de egyetlen kikötőben sem engedték, hogy a 900 zsidó kiszálljon a hajóból, úgyhogy visszamentek Európába. A Mein Kampfban az áll, a természet nem akarja, hogy a gyengébb egyedek az erősebbekkel párosodjanak, az alsóbb és a felsőbbrendű fajok keveredését pedig még kevésbé akarja. Az árja vérről és az alacsonyrendű népekről beszél, aminek az alapja az evolúció nevű filozófia. Az egyik faj fejlettebb a másiknál. Egyébként mi az, hogy árja? És kik az alacsonyabb rendű népek? Hitler szerint a szőke, kékszemű norvégok közel álltak a tiszta árjához. Figyeltek? Szőkehaj, kék szem, norvég felmenők. A németeket többnyire árjának tartotta, a mediterrán népeket enyhén árjának, a szlávokat félig árjának, félig majomnak, az ázsiaiakat enyhén majomnak, a fekete afrikaiakat többnyire majomnak, a zsidókat pedig tiszta majomnak. Hitler az evolucionista gondolkodás módja miatt ölte meg őket. Nagy háború volt, közel 100 millió ember halt meg benne, mindez egy ostoba elmélet miatt, ami nem csak ostoba, de veszélyes is. Hitler a feketéket is gyűlölte. Az 1936-os berlini olimpián Jesse Owens nyerte a legtöbb aranyat. Ezt látva Hitler kimasírozott a stadionból, azt mondta, nem fair, hogy az embereinek ezzel az állattal kell versenyezniük. Egy zsidó holokauszt túlélő mondta, különbség van azok között, akik az embertársaikban egy közös teremtő teremtményeit látják, és azok között, akik az embertársaikban egy rakás molekulát látnak. Az emberi test nem több molekuláknál? Hitler úgy gondolta. Azt nézte, hány gram szappant tud kifőzni egy emberből. Az emberek csak molekulák. Többször jártam Németországban, és sok könyvet olvastam Hitlerről és a holokausztról. Vérforraló, amit Hitler tett az evolúcióba vetett hite miatt. Felsőbbrendűnek képzelte a német népet. Tehát nem valami elvont értekezéssel van dolgunk, hanem egy veszélyes filozófiával. Ez a kép a Flossenbürgi koncentrációs táborban készült. Itt bányázták Hitler szobraihoz a gránitot. Sok millió embert öltek meg Hitler evolúcióba vetett hite miatt.
Én is álltam ott, ahol annak idején Hitler a beszédeit tartotta Nürnbergben. Hitler célja az volt, hogy az emberek magukat kicsinek, az ügyet óriásinak tartsák. Hitler nagyon tudta, hogyan lehet hatni a fiatalokra. A német fiatalokat akarta megnyerni. Mellesleg a nácizmus, köszöni szépen, jól van itt, Amerikában. Wisconsinban még jobban van. Egy illinoisi férfi kikereste egy plasztikai sebész nevét a telefonkönyvből, és megölte, mert szerinte kék színű kontaktlencséket gyártott, amivel felhigítják az árja szépséget. A telefonkönyvből választotta ki. Hitler a biológiai evolúciót tartotta a hagyományos vallás elleni legjobb fegyvernek. Azt mondta, a kereszténység a leghalálosabb, a legvonzóbb hazugság, ami valaha létezett. Lutzer írt egy remek könyvet arról, hogyan próbált Hitler a kereszt mögé bújni, pedig antikeresztény volt minden megnyilvánulása. Olvassák el a Barmeni nyilatkozatot, az interneten megtalálják, ha kíváncsiak rá, mit csináltak a német keresztjének, az ellenálló keresztjének Hitler idejében. Miért nem próbálták megállítani ezt a fickót? Egy nap majd azt is megkérdezik, miért nem tettek valamit az amerikai keresztjének az új világrend ellen. Hitler ilyen propagandafotókkal akarta elhitetni a németekkel, hogy istenfélő ember. Pedig gyűlölte a kereszténységet. Azt tudták, hogy volt náci keresztelő? Náci oltár előtt lehetett felvenni a náci keresztséget. A nácizmus igazi vallás volt. Hitler mondta, ha elég gyakran és elég hangosan mondasz el egy hazugságot, az emberek el fogják hinni. Az emberek könnyebben elhisznek egy nagy hazugságot, mint egy kicsit. Egyébként a japánok is felsőbbrendű fajnak tartották magukat. Darwin könyve nagyon bejött a japánoknak, és az ottani őrült vallások szinte azonnal asszimilálták a tanításait. Amikor a fajok eredetét Japánra lefordították, mindenki fantasztikusnak találta az elméletet. Aztán rögtön fel is tették a kérdést, vajon melyik faj a legfejlettebb. Japán tudósok azt kezdték kutatni, hogy melyik rassz a legkevésbé szőrös. Hát, a japánok voltak. Látjátok, mi fejlődtünk a legtöbbet, a testszagunk is sokkal enyhébb. A komoly tudósok jutottak ilyen következtetésekre. Addig nem értheti meg senki, hogy miért bántak olyan kegyetlenül a japánok az amerikai hadifoglyokkal a II. Világháborúban, például Bataanon, addig nem érthetik meg, hogyan tehettek ilyet, amíg nem tudják, hogyan gondolkodtak a japán katonák. Egész életükben az evolúciót tanították nekik. Mi vagyunk a fejlettebbek, a többiek pedig alsóbrendű fajok. Legjobb lesz kiirtani őket. A II. Világháborút túlélő hadifoglyok döbbenetes dolgokat meséltek a japánok kegyetlenkedéseiről. Rendkívül kegyetlenek voltak, mert felsőbbrendűeknek tartották magukat. Az evolúció a kommunizmus alapja. A kommunisták abban hisznek, hogy nincs Isten, az ember irányítja a sorsát, mint a humanistáknál. Roger Baldwin, az ACLU, az Amerikai Kommunista Ügyvédek Uniójának alapítója mondta, a kommunizmus a cél. Az ACLU-t a kommunizmus propagálására hozták létre. Moses Mordecai Marx Levy alias Karl Marx, a kommunizmus alapítója 17 éves korában egy fogalmazásban arról írt, mennyire szerette az urat. Aztán egyetemre ment filozófiát tanulni, hátat fordított Istennek, és kidolgozta a kommunizmus elméletét, ami puszipajtása az evolúciónak. Tudták, hogy a keresztény családban felnőtt gyerekek 75%-a elveszíti a hitét egy év egyetemi tanulmány után? Jól gondolják meg, hová küldik a gyereküket. Világi iskolába küldik őket, hogy majd több pénzt keressenek? Ez a céljuk? Kockáztatnak? Legalább egy év teológiát javaslok a világi iskola előtt. Az sem baj, ha nem akkreditált intézményről van szó, csak szerezzék meg a bibliai és kreacionista alapokat. Sok veszély leselkedik rájuk. Karl Marx később ezt mondta, életem célja letaszítani Istent a trónjáról és elpusztítani a kapitalizmust. Karl Marx filozófiájának az alapja az evolúció. A könyvét Charles Darwinnak akarta ajánlani, levelet is írt neki. Charles Darwinnak egy őszinte csodálójától, aláírás Karl Marx. Darwin felesége nem engedte, hogy Charlie elfogadja a könyvet. Kicsit erősnek találta. Marxnak 6 gyereke volt, életében egy napot nem dolgozott, 3 gyereke éhen halt, 2 öngyilkos lett. Nem egy mintaapa, az biztos. A temetésére 6-an mentek el. 1848-ban Marx megírta a kommunista kiáltványt. Hogyan pusztítsunk el egy országot?
hogy vegyék át a kommunisták. Először a magántulajdont kell eltörölni. Marx mindent a Biblia ellen tett. A Biblia nagyon komolyan foglalkozik a magántulajdonnal. A magántulajdon fontos dolog. Tulajdonjogok nélkül nincs szabadság. Mit ér, ha azt mondom, szabad vagyok, de nincs, ahol élhetnék a szabadsággal? Mózes 3. könyvében olvassuk, hogy az 50. évet megszentelték, és a nagy örömünnep évében senki sem veszíthette el a tulajdonát végleg. Mindenkinek a maga szőlője, fügefája, a maga kútjából igyál vizet, a magántulajdon fontos dolog. Peter Burl, az Audubon társaság elnöke azt mondta, visszautasítjuk a magántulajdon gondolatát. Ezt vajon honnan szedte? Karl Marx találta ki a progresszív adórendszert. Minél többet keresünk, annál többet vesznek el. Szerinte az örökösödési jogot is el kell törölni. A Biblia szerint a jó ember örökséget hagy még unokáinak is. Karl Marx ezt ellenezte. A tulajdon elkobzása, az evolúció a pénzhatalmak létrejöttének filozófiai alapja. Marx azt mondta, csináljunk egy központi bankot. Egy kommunista találta ki. Az a szövetségi bankrendszer, amit ma Amerikában használunk, Karl Marx eszméjének a következménye. Nincs abban semmi szövetségi. Magánbankárok kereskednek a pénzünkkel. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, ezt mondja a Biblia. Egyszerű a szabály, maradj a sárga úton. Mellesleg azt a filmet azért készítették, hogy megtanítsa nekünk valamit. Az óz az uncia rövidítése, a sárga út az arany, a szalma embernek nincs agya, a bádog ember a szívtelen fickó, a kereskedelem szimbóluma. Nagyon érdekes történet az, amiről a film valójában szól. Bővebben a CSI 103-as sorozatunkban. Karl Marx a kormány kezébe akarta adni a kommunikációt és a szállítást. Az lesz, amit Karl Marx akart. Ez mind a kormány kezére kerül. Már a kormányi az összes amerikai repülőtér, nem igaz? Múlt évben 215-ször repültem. Eszméletlen, mint megy keresztül az ember, mert a kormány irányítja az utasszállítást. Az ipar és a mezőgazdaság állami kézbevétele, a foglalkoztatás állami kontrollja, a mezőgazdaság és az ipar egyesítése. Mindenben a kereszténység ellenkezőjét akarta. Ingyenes oktatás mindenkinek az állami iskolákban. Marx találta ki. Hitler mondta, hagyd mondjam meg, mi kerüljön a tankönyvekbe, és enyém lesz az állam. Luther Márton azt mondta, nagyon félek, hogy az iskolák hatalmas kaput fognak nyitni a pokolba, ha csak nem fordítanak majd nagy figyelmet a szentírás tanítására, belevésve azt a fiatalság szívébe. Nem javaslom, hogy olyan helyre vigyék a gyerekeket, ahol nem a szentírás a mértékadó. Minden intézmény, amelyben a férfiak nem foglalkoznak eleget Isten szavával, romlásra van ítélve. Itt egy amerikai tankönyv 1777-ből, az új angliai olvasókönyv. Ilyen versikékkel tanították akkoriban az ABC-t. Ádám vétkezett, s vele együtt mi is. Olvasd a Bibliát, s megleled a mennyek országát. Krisztust megfeszítették, s ő elvette az emberek bűnét. Ilyen volt egy állami iskolás könyve. És itt a folytatás. A bölcs fiú örömet szerez apjának. Az ABC összes betűit Biblia ige szakaszokkal gyakorolták. Akit érdekel, olvas el a Gazdagok negyedik birodalmát, ami a pénzhatalmak és az oktatás összefonódásáról szól. A kommunizmus teljesen keresztény ellenes. Íme a forradalom kommunista szabályai. Az első számú szabály. Rontsd meg a fiatalokat, mármint erkölcsileg. Romboldd le az erkölcsi értékeket. Hihetetlen, de tényleg ezt tették. Nem engedték a gyerekeket a vallás közelébe, a kormányt pedig rávették, hogy a bűnözőket ne büntesse meg keményen. A három csapás elvét használjuk, pedig elég lenne egy csapás is. Mi van az áldozatok jogaival? Négyes, a népcsoportokat egymás ellen kell fordítani, az emberek figyelmét el kell terelni a kormányról, a sportra. Az emberek a focival törődjenek, ne azzal, amit a kormány tesz. Tudták, hogy 1896-ban csak 311 sportoló szerepelt az olimpián? 100 évvel később már 13 ezeren. Az itt ülők közül sokan jól ismerik a helyi foci csapatot, a szenátorok nevét viszont nem tudnák megmondani. Ilyen jól sikerült elterelniük a figyelmünket. A média irányítása. Erre jó példa a CNN, a kommunista hírcsatorna. A vezetőkbe vetett hit lerombolása. Stalin mondta, nem azok döntenek, akik szavaznak, hanem azok, akik a szavazatokat megszámolják. Érdekes gondolat.
Ki is programozza azokat a számítógépeket, amikkel a szavazatokat összesítik? Na ki? Írják be az internetes keresőbe, hogy választási csalás, és megtudják. A lőfegyverek nyilvántartásba vétele, hogy végül mindet el lehessen kobozni. Ez is kommunista találmány. Lenin mondta, egy fegyveres 100 fegyvertelent tud irányítani. Képzeljék, hogy a bankban próbálnak pénzt felvenni, valaki beszalad, előránt egy pisztolyt, mindenki a földre. És mindenki lefekszik a földre. Most képzeljék el, hogy a bankban mindenkinél van fegyver. A fickó berohan, mindenki a földre, erre mindenki fegyvert ránt. Most te fekszel le a földre. Mi meg fenéken billentünk. A történelem során minden diktátor szabályozni akarta a fegyvertartást. Mindegyik diktátor megpróbálkozott vele. A fegyvertartás szabályozásának semmi köze a fegyverekhez. Az egész a szabályozásról szól. Nemrég kaptam ezt a vicces kitűzőt, büszkén és fegyvertelenül. Maguk kitűznék? Mert mit is mond ez egy bűnözőnek? Engem rabolj ki! Hát nem ezt mondja? Egészen fiatalon Sztálin elvtárs keresztény iskolába járt. Aztán elolvasta Darwin könyvét, és ateista lett. Ez a könyv változtatta meg Sztálin életét. Örökre. Sztálin 60-100 millió ember haláláért felelős. Olvassák el Szolzsenyicin könyvét, a Gulág sziget csoportot. 10 évet húzott le Sztálin koncentrációs táboraiban. Az egyik menyem ukrán. De volt még vagy 7 munkatársunk, aki az egykori Szovjetunióból jött Amerikába. Úgyhogy tudjuk, mi történt oda át. Amikor a németek és az oroszok megtámadták Lengyelországot a II. Világháborúban, mellesleg a lengyeleknek esélyük nem volt, több ezer lengyel tisztet fogtak el. Megkérdezték Sztálintól, hogy mi legyen a tisztekkel, ő pedig azt felelte, hogy ezek csak lengyelek végezzék ki őket. Az oroszok csak 1992-ben ismerték el, hogy 14.700 lengyel tisztet öltek meg a Katnyi erdőben. Lemészárolták őket. Miért? Hát, aki hisz az evolúcióban és felsőbbrendűnek gondolja magát, az kiérthatja az alsóbbrendűeket, mint a gazt. Pol Pot, Kambodzsa kommunista diktátora, a saját népének az egyharmadát írtotta ki. Nem mondom, hogy nézzék meg a Gyilkos mezők című filmet, de abban elég jól ábrázolták, ami történt. 10 000-ével ölték meg az embereket. Amikor a kommunisták vették át Kína irányítását, havonta 15 000 keresztjént öltek meg. A misszionáriusok, akik túlélték a mészárlást, azt mondták, amikor a kommunisták bejöttek a faluba, nem a kommunizmust kezdték tanítani az iskolában, hanem az evolúciót. A kommunisták tudják, hogy a kommunizmus alapja az evolúció. Az orosz csillagász megmondta, vagy van Isten, vagy nincs. Mindkét lehetőség ijesztő. Ha nincs Isten, akkor az ember az Úr. Ha viszont az ember az Úr, akkor jön a katasztrófa. Az evolúció veszélyes, rossz gyümölcsöt hoz, mert egy rossz fa. Ahelyett, hogy csak az ágait vágnánk le, és harcolnánk például az abortusz ellen, amit meg is teszünk, inkább a gyökerét vágjuk el. A Biblia azt mondja, az Úr a föld. Minden baj 6000 éve kezdődött, amikor Isten mindent megteremtett, és Lucifer úgy döntött, ő akar Isten lenni. Lucifer valamikor a teremtés után 100 évvel bukhatott el, bár pontosan nem tudhatjuk, és elkezdte a hosszú háborút Istennel. Ezékiel ejt erről pár szót. Fethetetlen volt, amíg álnokká nem vált, a szíve felfuvalkodott a szépsége miatt, a hatalma és a gazdagsága miatt. Ő az, aki a népeken tapos. Ézsaiás mondja, miként estél alá az égről, ó Lucifer, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Lucifer a gondok okozója, aki ezt mondta, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. A Biblia azt feleli, pedig a pokolba szállsz alá sírgödör mélységébe. Akik látnak rá, tekintenek és elgondolják, ettől az embertől reszketett a föld. Ki látta az Óz a csodák csodáját? Emlékeznek, amikor kiderül, kicsoda a nagy Óz? Ez lenne az ember? Ennyi? A kis fickó, aki a zsinórokat húzgálta? Aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat? Ennyi? Azt hittem, te vagy a nagy és hatalmas Óz. Nem, nagyot nézünk, ha meglátjuk a pokolba vetett sátánt, a kis fickót, aki annyi bajt hozott erre a világra.
A sátán uralni akarja a világot. Ezt tervezi. Isten a mennyben csak nevet rajta. A második Zsoltár remek nyugtató, mert amikor az ember az új világrendet tanulmányozza, könnyen idegessé válhat. De a második Zsoltár lenyugtatja az embert. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti őket. Isten nevet az új világrend tervein. Olvassák el a hét ember, aki a sírból irányítja a földet című könyvet. Az biztos, hogy aszerint cselekszünk, amiben hiszünk. Van még egy könyv, amit érdemes elolvasniuk, az pedig az esküdtcég általi törvény érvénytelenítésről szól. Ha egy esküdtnek nem tetszik a törvény, nyugodtan mondhatja, hogy nem bűnös. A kérdés persze nem az, hogy valaki bűnöse, a kérdés az, hogy értelmes-e a törvény. Nem tetszik a törvény, nem bűnös. Elképesztő könyv. Olvassák el. Henry Morris könyve, az Isten ellen vívott hosszú harc, szintén nagyon jó, kötelező olvasmány mindenki számára. Az evolúció egy gonosz fán termett keserű gyümölcs. Az evolúció az új világrend alapfilozófiája. Van egy remek videó, illetve kettő, a Megiddó 1 és Megiddó 2. Aki tudni szeretné, mi történik a nagyvilágban, az mindenképpen nézze meg ezeket a filmeket, vagy a Missziónk 103-as videósorozatát. Gonosz emberek már fel is osztották a világot régiókra, mindent elterveztek, uralni akarják a világot. A céljuk a népességet 500 milliárdra csökkenteni, hogy aztán ők, az elit uralhassák a bolygót. Van egy könyv a 300-ak bizottságáról. Ők azok, akik a háttérből irányítanak, egész este beszélhetnék róluk. Olyanok ezek az emberek, mint valami gonosz rajzfilm figurák. Mit csinálunk ma, Pinky? Átveszük az irányítás a föld felett, mi mást? Az Úr a mennyben csak nevet rajtuk. Ha ezeknek az embereknek az összeesküvéseiről akarnak olvasni, ott van a Medúza Akta című könyv, vagy a New American magazin. Rengeteget beszélhetnék az összeesküvésekről, vagy a 300-akról, akik a háttérből irányítanak. És persze ott van még a 13 leggazdagabb illumináti vérvonal is, ami azokról a hihetetlenül gazdag emberekről szól, akik a világot akarják uralni. De ez csak azoknak ajánlom, akik a piros pirulát választják, mint a Matrix című filmben. Ezek az emberek szándékosan válságot hoznak létre, hogy aztán felajánlhassák a saját megoldásukat a válságra. A polgárháborút, az első világháborút, a 29-es világválságot szándékosan robbantották ki, hogy együttműködésre bírják az embereket. A 29-es válság például azért kellett, hogy az emberekre ráerőltethessék a társadalombiztosítási számot. A kubai rakétaválságot is szándékosan idézték elő. Az oklahomai robbantás is szándékosan sikerült olyan hangosra, hogy leállítsák a milicista mozgalmakat Amerikában. Ben Partin, a légierő robbantási szakértője megmondta, azt az épületet C4-es robbanóanyaggal robbantották fel. Sokan gondolják úgy, hogy a kormány keze volt a robbantásban. Ugyanez a helyzet a New York-i ikertornyokkal. Menjenek el a képernyőn látható websájtra, és nézzék meg a szeptember 11-ről szóló filmet. Látta már önök közül valaki? David Rockefeller mondta, egy globális átalakulás küszöbén állunk, már csak egy nagy válságra van szükség. És a nemzetek el fogják fogadni az új világrendet. Istennek tervei vannak a világgal, de a sátánnak is. A sátán csak pár embert akar, és egy világkormányt. A Biblia írja, hogy nehéz idők jönnek. Az emberek szeretetlenek lesznek, és rágalmazni fogják a jókat, gyűlölni fogják a keresztényeket. Már most is lehet látni a tévében a keresztény ellenességet. Ha van a filmekben valami őrült, baltás gyilkos, az biztos, hogy a Bibliából idézget. Az enyém a bosszúállás, mondja az Úr. És a fickó lecsap. Rossz színben tüntetik fel a papokat és a keresztényeket a tévében. Az új világrend kapcsán főleg a FEMA nevű szervezetre kell odafigyelni. A hurikánok után a FEMA teljesen átvette az irányítást a városomban. Nem árt szemmel tartani őket. George Bush azt mondta az iraki katonáknak, hogy ha parancsot kapnak vegyi fegyverek használatára, vagy olajkutak felrobbantására, ne teljesítsék a parancsot, mert a háború után elítélhetik őket. Az amerikai katonák is esküdtettek, hogy megvédik az alkotmányt külső és belső ellenségek ellen.
Ha tehát alkotmányellenes parancsot kapnak, ne teljesítsék. Bár valószínűleg hadbíróság elé állítják majd ezért, de azt kell tenni, ami a helyes. Mégis kik vesznek részt ebben a dologban, és mit csinálnak? Az új világrend megvalósításán sokan dolgoznak, például az ENSZ, az Egyházak Világtanácsa. Ha az egyházuk tagja ennek a szervezetnek, hagyják ott. A Külügyi Kapcsolatok Tanácsa, a Trilaterális Tanács, a Bilderbergek, a Nemzetközi Valuta Alap, a Római Klub, a Kommunisták, a Szocialisták, az Amerikai Oktatási Szövetség. Ha benne vannak, lépjenek ki belőle. A NOW, az ACLU, a Szabadkőműves Páholy. A legtöbb ember, aki a Szabadkőműves Páholy tagja, azt hiszi valami jótékony klub tagja. Mire rájönnek, hogy egy sátánista szervezet tagjai, már késő lesz. Albert Pike tábornok, egykori szabadkőműves vezető mondta, azt kell mondanunk a tömegeknek, hogy egy Istent imádunk, de olyan Istent, akit babonák nélkül lehet imádni. Nektek viszont, szuverén nagy inspektor tábornokok, azt mondjuk, hogy elmondhassátok a 32., 31. és 30. fokon lévőknek, a szabadkőműves vallást minden magas szinten lévő beavatottnak tisztán kell tartania a luciferi tanítás szerint. Igen, Lucifer az Isten. Amikor a szabadkőműves megtudja, hogy a harcossá vezető úton meg kell tanulnia használni az élő erőt, megismerte az erejének titkát. Lucifer forrongó energiái a kezébe kerülnek, de mielőtt feljebb léphetne, meg kell tanulnia megfelelően használnia ezt az energiát. A szabadkőművesekről írtak egy nagyon jó könyvet, a képen látható websájtról rendelhetik meg. Ebből megtudhatják, ki is valójában a szabadkőművesek. Oké, de mit tegyünk? Nagyon egyszerű a válasz, azt, amit Jézus mondott nekünk. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Segíteni kell nekik a megtérésben. Elgondolkodtak már azon, hogy Jézus a Római Birodalomban nőtt fel. Az országát megszállták, mégsem a Római Birodalmat akarta megváltoztatni, hanem az embereket. Lelkeket akart menteni. Hóseás mondta, elpusztul népen, mivel nem ismeri Istent. Mit tegyünk? Nehéz idők jönnek, nagyon nehéz idők. Szerintem már nem is sokára. Meglepne, ha 5 évnél többet kellene várni. Akkor mit tegyünk? Nos, olyan emberekre van szükségünk, akik tudják, mit kell tenni. A Biblia írja, sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet. Nekem 4 unokám van. Én rendet szeretnék, és azt, hogy békében nőjenek fel, mint én. Mit tegyünk? A Bibliában ezt olvassuk, jelöljetek ki értelmes embereket. Tehát értelmes emberek kellenek. Adj szolgádnak engedelmes szíved, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Engedelmes emberek kellenek. A Biblia szerint Abigail jó eszű asszony volt, és gyönyörű is, ami persze nem baj. Esdrásnál olvassuk, hogy elküldtem őket, mint eszes embereket. Istenünk jó akarata által el is hoztak nekünk egy értelmes embert. Issakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek. Bár lennének politikusaink, akik felismernék az időt, és tudnák, mit kell tenni. De szerintem most nem sok ilyen van. A legtöbben csak azt nézik, merre fúj a szél, és abba az irányba vezetnek minket. Államférfiak kellenek, nem politikusok. Tudják, mit jelent a politika szó? A poli sokat jelent, a tik pedig angolul kullancsot. Szerintem ideje felébredni, emberek. Nem tudom, önök mit csinálnak, de ideje megmozdulni, mert gyorsan fogy az időnk. Tehát mit tegyünk? Először is tudnunk kell, hogy Isten irányít. Nem szabad idegeskedni. Mozdulni kell, nem idegeskedni. Ő a fazekas, mi vagyunk az agyag. Tegyük azt, amit mond. Ilyen egyszerű. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szeridek, mint a galambok. Semmiért se aggódjatok, ne aggodalmaskodjatok. Nem idegeskedni kell, hanem mozdulni. Imádkozzanak a vezetőinkért. Ha imádkoznának értük, tudnák a nevüket. Nem igaz? Mi Isten gyermekei vagyunk, a dolgunk az evangélium hirdetése. Mi vagyunk a föld sója. Tudják, mit csinál a só? A só tartósít. Legyenek önök, akik tartósítják az evangéliumot a közösségükben. A só irritációt okoz. Aki senkit nem irritál, az nem jó keresztjén.
Dr. Hovind tudja, hogy közel 1000 Hovind ellenes weblap létezik? Tudom, hát nem csodás. Idén meg lesz a 2000. Ha nem irítálnak valakit, akkor valamit elrontanak. Hassanak a környezetükben lévőkre. Pár éve, amikor meg akartam változtatni a tudományos tantervet, felhívtam a megyei oktatási felügyelőt, aki egy dühöngő evolucionista hölgy volt. Azt mondta, Mr. Hovind maga az egyetlen, aki a tankönyvekben lévő evolucionista anyag miatt reklamál. Megdöbbentem. Hová lettek a keresztjének? 128 baptista gyülekezet van a megyénben. Mit csinálnak a többiek? Hatnunk kellene a környezetünkre. Egyesek szerint egy keresztjén ne politizáljon, ezt mondják Dávid királynak vagy Salamonnak. Beszéljenek a teremtésről. Szerintem ma a legjobb missziós módszer a teremtés hirdetése. Olyan emberek is leülnek meghallgatni egy előadást dinoszauruszokról és teremtésről, akik egyébként sosem mennének templomba. Ugye így van, testvér? Te is így gondolod? Remek. Két remek prédikáció van az apostolok cselekedeteiben. A második fejezetben Péter a pünkösdről beszél, és egymás után idézi az igéket. Zsidókhoz beszél, a zsidókkal pedig így kell beszélni, előttük csak igékkel lehet érvelni. A 17. fejezetben aténiakhoz beszél, egy rakás pogányhoz, és mit mond nekik? 17. fejezet, az ismeretlen Istenről akarok nektek beszélni, a világegyetem teremtőjéről, az Istenről, aki a mennyeket alkotta. A teremtést használta fel, hogy megnyerje őket. Ne hagyják, hogy eltereljék a figyelmüket. Ebben a világban nagyon könnyen elterelődik az ember figyelme. Ismerik ezt a kis gyerekjátékot, amit a gyerekágyakra kell erősíteni? A gyerek nézi, nézi, és elkábul tőle. Könnyű az ember figyelmét elterelni. Tudták, hogy az átlag amerikai évente 1500 órát tévézik? Ennyi idő alatt 22-szer el lehet olvasni a Bibliát. Azt nem mondom, hogy állandóan Bibliát olvassanak, de azért néha olvassák. Apropó tévénézés, a Zsoltáros írja, nem vetem a szemem bűnös dologra. Önök szoktak bűnös dolgokra szemet vetni? Mi lenne, ha egy káromkodást hallanának a tévéből, akkor 2 órára kikapcsolnák? Vagy ha egy lengén öltözött szemét látnának, 2 órára kikapcsolnák? Ha valaki alkoholt inna a tévében, 2 órára kikapcsolnák? Akkor mennyit tévéznének? Lemondhatnák a tévé előfizetést, és a pénzből vagy 44 missionárius tudnának finanszírozni. A Biblia írja, sok a vezető, ha pártütés van az országban. Tudják, miért van annyi bürokrata? Meg a sok rendelet és a szabály. Mert bűnösök vagyunk. Ez Isten büntetése. Ez a keménykező kormány Isten büntetése, mert megérdemeljük. Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Itt a megoldás. Meg akarják menteni Amerikát? Könnyű dolgunk van. De ha népem, melyet az én nememről neveznek a republikánusokra szavaz, belép a milíciába és élelmiszert halmoz fel... Na, itt azért nem pont ez áll. De ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, apukák, mikor látták a gyerekeitek, hogy megaláztátok magatokat? Mikor látták a gyerekeitek, hogy az oltárnál imádkoztatok valakiért? Mikor látták a gyerekeitek, hogy bármiért imádkoztatok volna? Mikor mondtátok utoljára gyerekeiteknek, sajnálom, tévedtem? Anyukák, utoljára mikor aláztátok meg magatokat? És ti gyerekek? Mikor mondtátok utoljára testvéreteknek, ne haragudj rám, tévedtem, sajnálom? Mikor volt? Alázzátok meg magatokat, és imádkozzatok. Keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz tévéiktől, akarom mondani, utaikról. Akkor én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Akarják, hogy Isten rendet rakjon? Megtenni, csak ránk vár. Ha megtesszük a mi részünk, ő is megteszi az övét. Szeretem ezt a történetet. Amikor Dávid odament a legidősebb bátyjához, Eliábhoz, tudják, amikor vitte a tízsajtot, a harcra készül ezredesnek, ezt mondta Eliáb, mit keresel te itt, menj vissza nyáját legeltetni. Dávid pedig ezt felelte, nincs talán oka?
testvér, ott egy filiszteus, aki az istenedet káromolja. Te mit teszel ellene? Menj és vedd a fejét. Nincs talán okod megtenni? Ember. A kis Dávid, akire a birkák voltak bízva, meglátja az óriást, és azt mondja, hallgattassa már el valaki. Izrael istenét káromolja. Erre Eliáb rákiabál, menj haza, öcskös, és vigyázz a birkákra. Mi is katonák vagyunk, nincs talán okunk. A maguké mi? Miért élnek? Ezren vágják a gonosz ágait, de csak egy vágja a gyökerét. Miért élnek? Ezért? Egy labdáért? Azért várják, hogy hazaérjenek és nézhessék a meccset? Látniuk kell a 140 kilós gorillát, aki a focilabdával végig szalad a legelőn, és szerez a csapatának 6 pontot. Hú, de nagy dolog. És az angyalok örvendeznek. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel. Fura. Egy motorversenyző fickó az egyik előadásomon tért meg Connecticutben. Úgy egy évvel később megint ott jártam, és azt mondta, holnap reggelizzünk együtt, el akarom mondani, mi történt velem, az úr megváltoztatta az életem. És utána kipróbálhatja az egyik motorom is. Mondtam neki, hogy jó. A reggeli után legurult az utánfutójáról, a mindenféle módon feltuningolt 900-as Hondájával. Nekem amúgy egy 250-es Hondám van. Azt mondta, próbáljam ki. Felültem rá, és vú! Elindultam egyesben, de majdnem kitörtem a nyakam. Kettesben, megint vú! Már majdnem harmadikba váltottam, amikor lenéztem, és rájöttem, hogy 140-nel megyek kettesben. A motor hadsebességes. Visszavittem a motort, remegtem, mint a nyárfelevél, és megkérdeztem, mennyivel megy a fickó, azt mondta, nem tudom. Tudják, mit szeretne? Egy gyorsabb motort. Aki a sebességet szereti, nem elégszik meg a sebességgel. Akinek 80 pár cipője van, az vajon mit akar? Még több cipőt. Akinek nagy háza van, vajon mit akar? Egy nagyobb házat. Akinek sok pénze van, az mit akar? Még több pénzt. Miért kell egy egész élet, hogy ráébredjünk? A földi dolgok nem elégítenek meg minket. Soha nem elégítenek meg. Tudták, hogy 500 dollárból egész klassz golfütőszettet lehet venni? És ha több ezer órán át gyakorolnak, azt is megtanulják, hogy kell helyesen megfogni az ütőt. Ez a hüvelykúj erre mutat, a másik arra, ujjak összefűzve vagy nem, az mindegy. Térdekenyhén behajlítva válok előre, az ütő merőleges a labdára. Először a jobb könyök hajlik be, aztán a bal, de csak 50 foknyira, és mehet. Ha hajlandóak több ezer órát gyakorolni, és nagyon odafigyelnek, egy nap képesek lesznek egy labdát egy földbe ásott lyukba ütni. És az angyalok majd örvendeznek. Azt ismerik, hogy a pap behívja a helyettesét, hogy holnap prédikáljon helyette, mert nem érzi túl jól magát. A pap igazából golfozni ment. Ismered a viccet, testvér? Az ördög mondja az úrnak, látod ezt? A papod vasárnap reggel golfozik. Mire az úr? Igen, látom. És mit teszel ellene? Mire az úr? Elintézem. A pap üt. A labda repül és beesik a lyukba. Erre az ördög, mit csinálsz, uram? Azt hittem, elintézed. Mire az úr? El is intéztem. Nem mondhatja el senkinek. Hoppá! Nem kell aggódni a földi dolgok miatt. Minden el fog égni. Minden el fog égni. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Az odafent valókkal törődjetek. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik. Minden el fog tűnni. Minden égni fog. Tudják, mennyi pénzt hagyott hátra Howard Hughes, amikor meghalt? Az összest. Az utolsó centet is. Önökkel is ez fog történni.
Ne olyasmiért éljenek, ami égni fog. Még egy dolgot kell megtennünk. Figyeljünk a harsona hangjára. Ahogy Pál írja, mert amint felhangzik az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Először a déli baptisták, de aztán mi rendben? Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására. Klassz lesz, a felhők között találkozunk. Az utolsó dolog, nyerjünk meg lelkeket. Keressenek valakit, akit meg tudnak nyerni Krisztusnak. Jézus római irányítás alatt született és szolgált. Pát római börtönbe zárták, és mit mondott? Megnyerek pár rabot az Úrnak és a börtönőrt is. Nyerjünk lelkeket, a bölcs lelkeket nyer meg. Ez talán a legfontosabb, amit egy keresztény tehet, lelkeket megnyerni. A polgárháborúban egy vidéki fiú elment harcolni a jenkik ellen, tudják, akik megszállták a földjét, végigcsinálta a kiképzést, bepakolta a hátizsákját, fogta a puskáját, és elment harcolni. Szolgálatra jelentkezem, uram, hol vannak a jenkik? Az őrmester azt mondta neki, ott vannak fiam, ők ott ásnak árkot, mi meg itt. A parancsnál várunk, a dolgod az, hogy itt masíroz az árokban. Mire a fiú? Őrmester, én nem árokban masírozni jöttem, hanem a jenkik ellen harcolni. Harcolhatok ellenük? Mire az őrmester? Fiam, a dolog nem így működik, te masíroz. Ha jön a parancs, támadunk. A srác menetel is egyre pipább lesz. Nem azért jöttem, hogy sárban meneteljek, a jenkik ellen jöttem harcolni, akik ott vannak, miért nem harcolhatok már? Egy idő után már nem bírta tovább, eldobott mindent, kiugrott az árokból, ordítva futni kezdett a senki földjén, át a jenkik árkába, teljesen egyedül, egy személyes lázadó alakulatként. A jenkik megdöbbentek. Ki ez a fickó? A meglepetéstől elfelejtettek lőni is. A srác átfutott a csatnamezőn, beugrott a jenki árkba, elkapott egy jenkit, és behúzott neki egy jó nagyot. Vidéki gyerek volt, erre tanították a farmon. Aztán felkapta az ájult jenkit, és visszafutott a saját árkába. Senki sem mert rálőni. A katonatársai megkérdezték tőle, ez meg mi? Egy jenki. Hol szerezted? Hát amott. Van ott még egy csomó. Nektek is jutott volna, ha akartátok volna. Nektek is jutott volna, ha akartátok volna. Tudják, szerintem a mennyben lesznek emberek, akik körül tömeg fog állni. Olyan emberek, akiket az Úr felé tereltek, akiket Krisztushoz vittek. Amikor önök a mennybe jutnak, és nem lesz önökkel senki, egy szál ember se, és oda mennek valakihez, akivel egy tömeg áll, és megkérdezik tőle, honnan szerezted ezeket? Oda lent szereztem a földön. Neked is jutott volna, ha akartad volna. De önök ezt nem is akarják annyira, igaz? Fontosabb az időjárás jelentése a napnál, amikor a mennybe megyünk, igaz? Tudnom kell, hogy fog esni. És ha fog, akkor mi van? Nem tudnak tenni ellene semmit. Mégis mit csinálnak az életükkel? Az utolsó dolog, olvassák el az utolsó fejezetet, és ne feledjék, mi nyerünk. Nagyon nehéz idők jönnek. Azt mondják nekem, nem tudja, hogy az Úr még a nagy szenvedés előtt eljön. Remélem, de nem tudom. A Szentírásból nem tudnám bebizonyítani. Van vagy öt elmélet az utolsó időkről. Sokat tanulmányoztam a dolgot, de nem tudom a választ. Remélem, hogy a nagy szenvedés előtt jön el. A kínai keresztjének is ezt remélik már 60 éve. És az orosz keresztjének, meg az etiópiaiak. Az afrikai keresztjének, akiket az elmúlt 15 évben öltek meg 10 000-rével, de nem tudom. Szeretnék előtte elmenni, de a Szentírásból ezt nem tudnám bebizonyítani. Akárhogy lesz, addig tegyük, amit Isten mondott, nyerjünk meg lelkeket. Amikor eljön Jézus, akkor is lesz új világrend. A sátán szeretne egy világkormányt, és a Jelenések és Dániel könyve szerint 7 évig valóban lesz ilyen kormány, de aztán jön az Úr, elsöpri az egészet, és megmutatja, milyen egy igazi királyság. Aki hűséges volt, az kap egy várost, egy megyét, egy egész államot. Fiam, hűséges voltál, tiéd az egész ország. Te vagy a főnök. Önök ott lesznek? Egy nap az Úr összezúzza a sátánt a lábatok alatt. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.
a végén Isten győz. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsítette rá, hogy meg ne tévessze többi a népeket. Amíg el nem telik az ezer esztendő, és láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért. Így végzik a keresztjének? Talán igen. Akik nem imádták a fenevadat sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, de várom már azt a napot. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki nem keresztjén, az is jöjjön. Majd valaki megmutatja, hogy válhat keresztjénné. Ha valaki Isten gyermeke és tenni szeretni valamit, jöjjön. Kérdezze meg az Úrtól, Uram, mit akarsz velem? Mit tehetnék? Ő mindenkinek talál feladatot. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök, ámen, jöjj, Uram Jézus. Mi is segíthetünk, a missziónk ezért van, hogy lelkeket nyerjünk Krisztusnak. Más nem fog számítani. Ezer év múlva semmi más nem fog számítani. Mit tesznek az életük uráért? Remélem hasznosnak találták a teremtés történetről szóló videót, de a tudományos tényeknél és a helyes értelmezésüknél sokkal fontosabb, hogy tudják, üdvözülni fognak-e. Ha még nem fogadták el Krisztust, szeretném elmondani, mit kell tenniük, hogy üdvözüljenek. A Biblia azt tanítja, hogy mind bűnösök vagyunk, mind megszegtük Isten törvényeit, engedetlenek voltunk a Teremtővel szemben, gonosz dolgokat tettünk, bűnösök voltunk. Az emberek szemében vannak kisebb és nagyobb bűnök, Isten szemében viszont csak bűn van. A Biblia szerint meg kell térnünk. A megtérés azt jelenti, hogy hátat kell fordítanunk a bűneinknek, és Isten felé kell fordulnunk. Isten azt akarja, hogy megváltozzon a hozzáállásunk, hogy azt mondjuk, Istenem, sajnálom, hogy vétkeztem ellened, többé nem akarok. Elfordulunk a bűntől Isten felé, és megbocsátást kérünk tőle. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezete 23. versében ez áll. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. El kell ismerni, hogy bűnösök vagyunk, mert a Biblia szerint a bűn zsoldja a halál. A bűneink miatt megérdemeljük, hogy meghalljunk és elkárhozzunk. De Jézus meghalt értünk. Mindenkiért. Azt akarja, hogy a mennybe jussunk. Aki pedig megváltást kér tőle, annak Jézus megadja az örök élet ajándékát. Ingyen adja, mert szeret minket. A Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében ez áll. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Annyit kell mondani neki, hogy Uram, bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem. És ő örök életet ad nekünk jutalmul. Szeretném, ha együtt imádkozna velem, és elfogadná Krisztust, a megváltót. Isten azt nézi, ami a szívünkben van, ezért, ha komolyan mondják el a következő imát, Isten meg fog bocsátani. Drága Úr Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok. Vétettem a törvényeid ellen. Kérlek, bocsáss meg nekem. Bocsásd meg a bűneimet, hogy veled lehessek a mennyben, Jézus nevében. Amen. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az Úr ígéretet tett, hogy üdvözíti azt, aki kéri. Most már csak növekedni kell a hitben, naponta olvasni a Bibliát, imádkozni, és keresni egy jó gyülekezetet, hogy jó keresztjének kiválhassunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.